Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a mai kiállítás megnyitón. Én Tóth Máté vagyok, a Hamvasból Pest megyei könyvtárnak az igazgatója, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy polgármester úr kezdeményezésére megvalósulhatott ez a kiállítás. Igazából a pénzt azt mindenki magánál hordja, a pénzt azt mindenki szereti, de nagyon ritkán gondolunk a pénzre úgy, mint művészeti alkotásokra, és én személy szerint nekem ez azért egy fantasztikus élmény, mert egy olyan új szemüveget ad nekünk ez a kiállítás, hogy egy kicsit máshogy nézünk ezekre a műalkotásokra, műalkotásként tudunk nézni ezekre a pénzre, ami egyébként más miatt is értékes a számunkra. Nagyon köszönjük, hogy ilyen nagy számban eljöttek hozzánk, és engedjék meg, hogy felkérjem polgármester urat, Fülöp Zsoltot, hogy tartsa meg a megnyitó beszédét. Szeretettel köszöntök mindenkit. Személyes leszek, mert amikor télen itt, ugyanitt ebbe a helyen volt a beszélgetés Vagyóczky Károllyal, akkor nagyon, nagyon kíváncsi váltett, hogy nem csak a pénz, ahogy igazgató úr is mondta, az mindannyiunkat megfog, bármennyire is nem akarjuk, de ott van a kezünkben, és látjuk, és hat ránk. Mindenféle értelemben hat ránk a pénz. De megfogott az alkotó is, akit megszerkesztette, a formába öntötte az elvárásokat, amiket kapott, hogy az új címletek, hogy ki legyen rajta, hogy jön az ötlet, milyen saját ötletet épített be például a pénzekbe. És akkor megkértem a igazgatórat, hogy ha lehet, akkor cseréljünk egy kis elérhetőséget, és próbáljunk meg személyesen is találkozni, mármint hogy kötetlenül, és nagy megtiszteltetésért, hiszen az otthonába fogadott Vagyóczky Károly, és megmutatta azt, ahol alkotott, vagy alkot ma is, és nem csak a pénzt. Tehát, hogy amit most látunk, az csak egy része az ő munkásságának, úgyhogy amikor ott beszélgettünk, akkor fölmerült annak az ötlete, hogy meg be kellene mutatnunk Vagyóczky Károlyt, mint művészt. Természetesen a pénz az továbbra is adja magát. És akkor rögtön helyszínt kerestünk, és nagy örömömre igazgató úr rögtön igent mondott. Egyeztettünk az időpontot, és meg is lett ennek a kiállításnak az időpontja és helye. És hogy a személyes történetet folytassam tovább, ahogy ott beszélgettünk, nekünk sok-sok problémánk van a Szentendrén, mármint hogy kevés pénzünk van, ez a legnagyobb problémánk. És ha valaki tud pénzt csinálni, átrében valaki tud pénzt csinálni, akkor miért ne csinálnánk szentendrei pénzt? És ezt a szentendrei pénzt nem ám csak úgy lárpurlár, hogy önmagáért hoznánk létre, hanem ennek célja lenne. Mégpedig van a Főtéri Kereskedőház és a Barcsai Múzeum felújítására szeretnénk majd egy sorozatot elkészíteni, ami nyilván meg lehet majd vásárolni, és ezt ennek az itt befolyt összeget a felújításra szeretnénk fordítani. És amikor erről beszélgettünk, akkor egyből egy igent kaptam, hogy igen, természetesen szívesen megtervezi, vállalja, és ennek a szervezését is. Már rögtön, hogy milyen papírra lehetne nyomni, mennyibe kerülnek körülbelül, mennyi idő alatt lenne annak az átfutása, és van egy másik, hogy és mi legyen rajta. Úgyhogy ezek a pénzalkotásnak a folyamatába rögtön beleláttunk, úgy, hogy születik a szentendrei pénz. Ki legyen rajta? Hát kell egy férfi ember, ugye általában férfiak vannak rajta, és Duncsa 150 éves évfordulója van. Megmutattam Duncsa Jenő képét, mert egy tökéletes pénzre alkotott ember, és akkor természetesen a Főtéri Kereskedőház és a Barcsai Múzeum a másik oldal. Tehát, hogy már rögtön megszületett
néhány percen belül a Szentendrei pénzt. Úgyhogy ha a kiállítást mindenki megnézi, akkor ezt a folyamatot láthatja egyébként is. Tehát úgy, ahogy születtek a pénzen az alakok, az arcok, a részletek, ugyanígy egy beszélgetésben végigkövettük ennek a folyamatát, hogy hogyan is született meg a forintunk, vagy hogyan is született meg az alkotó fejében, a művész fejében a pénz, és hogyan is születik meg nem csak a pénz, hanem más mű is, hiszen az is belülről jön. Tehát, hogy ennek a jegyében szeretném mindannyiuk figyelmébe ajánlani nagy szeretettel ezt a kiállítást, hiszen nem a pénz a lényeg, a művész, ahogy látja a világot, a művész, ahogy magán keresztül átszűri a világot, és bemutatja nekünk, és egy ilyen profán dolog, mint a pénzből kiindulva, most megismerhetjük Bagyóczi Károlyt, mint a pénzen túl is, mint alkotó ember. Úgyhogy én nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, és kívánom, hogy mindannyian ne csak a pénzzel, hanem majd a szentendrei pénzzel is találkozunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak a megnyitót, és akkor a megnyitót, a szakmai megnyitónak a megtartására pedig Feledi Balázs szeretném felkérni. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Azért legyen egy olyan pillanat, amikor bemutatom Bagyóczi Károlyt. Állj föl, mert aki esetleg nem látta, nem látom. A mester. Neki tulajdonképpen itt kéne szenvedni mellettem, de megadjuk ezt a lehetőséget, hogy itt legyen közöttünk. Nagyon örülök, hogy megtisztelték jelenlétükkel az alkalmat, és a címmel kezdeném, és a helyen, ahol vagyunk, hogy ugye a kiállítás címe ez, hogy Csendélet Barcsai mester emlékére, és hát hol vagyunk, a Hamvas Béla könyvtárnak a gyönyörű könyvtári termében vagyunk, és örülök, hogy önök ülnek, mert egy picit lehet, hogy hosszabb lesz a megnyitó, bár most már hajlamos vagyok erre, hogy többet beszéljek a kelleténél, de talán meglepi önöket, de Hamvas Bélával kezdeném egy pillanat elejéig, hogy hát milyen fantasztikusan találó ez az elnevezése pár éve a könyvtárnak. Hihetetlen nagy gondolkodó, filozófus, történész, tulajdonképpen lángelme volt Hamvas Béla, akinek ugye a sírja és a hamvai itt nyugszanak Szentendrén. És azért hivatkozom egy picit rá, mert képzőművészettel való foglalatossága nem annyira köztudott. Sok mindenről tudunk, hogy mi minden, és szeretnék idézni egy kicsit pláne egy jeles közönség előtt, hogy Hamvas a festészetről is mi mindent mondott, rengeteg mindent mondott, óriási az életműve, de a Szellem és Egzisztencia című kötetében Martin Ferencről, ebbe a kötetbe a pécsi beszédei a 40-es évek második felében, 46-50 között elmondott szövegeit közli ez a kötet. Általában az absztrakt művészetről beszél, illetve ezen keresztül az anyag és az anyagtalan határairól. Az anyag és az anyagtalan határairól. És most idézem, kicsit hosszan, de jól figyeljenek, számomra nagyon fontos mondatok. Valóságunk az anyag és anyagtalan állapota között lebeg, és ha valamit sikerül szemléletessé tenni, ez több, mint egy háború. Döbbenetes pont, igaz, hogy a II. Világháború után írja, de a példázat ereje miatt. Ezért van a modern festészetnek a többi művészet fölött legelsősorban jelentősége, sem a költészet, sem a zene, sem a színház, sem a tánc erre az embert nem tudja megtanítani. Ezért a mai ember számára legfontosabb nem hangversenyre járni, nem verset olvasni, hanem elmélyedni a festészetben. Hamvas Béla, Cézántól Matisse-ig, Rouault-tól Henri Moore-ig. Ezért ma nálunk nem a zenei és irodalmi események azok, amelyek a legmélyebbről érintenek, hanem a kiállítások. Döbbenetes sorok, kedves barátaim. Ha én ezt csak úgy felolvasom Hamvas Béla neve nélkül, szerintem kutya nem jön rá arra, hogy ezt a mester írta volna valamikor. És ugye ez tehát Martin Ferenc kiállítása kapcsán. Ez azért fontos ezen a mai alkalom kapcsán is, mert
Évtizedek óta tapasztalom, hogyha művészeti ágak között van egy hierarchia, Szentendrén persze ezt nehéz elmondani, akkor még Szentendrén sem igazán úgy érzem a képzőművészet a piramis csúcsa vagy a festészet, de ebben most nem megyünk bele. Minden esetre azért harcolunk, hogy a festészet elérje azt a rangot, amit Hanvas Béla több mint 70 évvel ezelőtt is Martin Ferenc kapcsán fontosnak tartott. A második név Barcsai Jenőjé, nagyon-nagyon jó helyen vagyunk, itt Szentendrénről a végképp nem kell és nem is lehet újat mondani. Géniuszának annál is inkább vagyok tisztelője, de ezt a jelenlévők többsége jól tudja, mert elnöke vagyok egy róla elnevezett alapítvány kuratóriumának, és egy óriási nagy munkában vagyunk, és hát egy vitasorozatban is nagyon várjuk a Barcsai Múzeum feltámadását és újra működését, de hát ez nem ez az alkalom, amikor ezt megvitassuk, hanem arra azt emelném ki, hogy Barcsainak ő az anatómiai könyvvel együtt és a festői hivatásával együtt, ami tulajdonképpen két összefüggő, de rendkívül önálló tevékenységi kör. Ugye negyed századig a Magyar Képzőszi Főiskola professzora volt művészeti anatómia tárgyábrázolás. Ez a szerepe, amit a főiskolán 45 és 70 között tulajdonképpen betöltött, hihetetlenül fontos. Az, hogy a magyar művészetben lettek Kondor Bélák és Gruber Bélák és Gyémánt Lászlók és Vagyóckik és Kocsis Imrék és Hajdú Lászlók, az Barcsai Jenőnek alapvetően köszönhető. Ma már egy kicsit kiíródik, ez is a művészet történet írásból, de én még mindig, amikor a neveket és az ő munkásságát említem, ez rendkívül fontos, és hát tulajdonképpen most már Károlyhoz kapcsolva, ugye az ő számára is nagyon fontos ez a Barcsai féle indítás, és az a bizonyos festmény, amiről a kiállítás a címét kapta, és amit ott kint ugye látnak a paravánon, és nagyon örülök, és hallom, hogy ez a könyvtár tulajdonát fogja képezni, mert a mester nem tudom, előre elkiabáltam-e valamit, de talán jó, ha már önök is tudják, hogy ez a kép ide kerül a könyvtárba, ami hát fantasztikusan, mert egy Michelangelo kis plasztika a könyvből, az anatómia könyvből, gondolják el, hogy egy festményen, ahogy idézi a Barcsai rajzát, nézzék meg, skurzba, és a kék könyvjelzővel, és a koponyával, hogy mennyire nem direkt, tehát nem Barcsai közvetlen megjelenítés, hanem nagyon áttételesen, egy picit egy szürreális hangulatú kompozícióval emlékezik a mester, és tulajdonképpen ez a kép címe nagyon stílszerűen lett ennek a kiállításnak is a címe. Ugye a meghívom azok ismert kategóriák, hogy festőművész és grafikus művész, az nem annyira, de hát végül is most már ezt itt mindenki tudja, hogy és bankjegytervező, hát akikből nagyon-nagyon kevés van ebben az országban. Nagy fároszok voltak, ugye a magyar bankjegytervezés, ez sem a témája a mai megnyitónak, de óriási hagyományokkal bír, és ezeket a hagyományokat Karcsi tulajdonképpen csak továbbvitte akkor, amikor a képzőszi főiskolai tanulmányait követően a pénzjegynyomdában a rézmetszés újabb tanulásával tulajdonképpen egészen kivételes magas szintre jutott egy nagyon magas színvonalat kívánó grafikai technikába. De mielőtt erről beszélnék, nagyon fontos mindig töprengenünk az, hogy honnan ez a vonzalom, honnan ez a tehetség, miért lett ő az, ami, vagy az, aki, és hát tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy művész felmenője nincs, de nyomdász felmenője annál több. És hogy azért a vér nem válik vízzé, ezt annyiszor érezzük. Persze vannak ilyen különleges, egyedülálló zsenik, de majdnem mindig fel tudjuk fedezni azt a kis vonalkát, azt az ívet, amiből kihajthat egy újabb generációnak a, kimerem mondani, a zsenie. És azt hiszem, hogy Karcsi mondta nekem, hogy az állami nyomdában 5 felmenő rokona dolgozott, édesapja onnan megy nyugdíjba, és 66-ban, és ő 70-be került már a pénzét nyomdába. Tehát tulajdonképpen ez az atyai örökség az egyik vonal, és hát persze a korai tehetség fölismerése,
mindig elmondom, fogalmam sincs, hogy ki volt, de örömmel ejtem ki Jancsó Mihály rajztanár nevét, aki Angyalföldön észrevette ennek a 10 éves, 8 éves, 10 éves fiatalembernek a rajzi tehetségét. És ugye jött ez a fantasztikus Török Pál utcai iskola, amiről ilyenkor mondom, hogy örülök, ha ülnek, mert a Török Pál utcáról aztán mindig órákat és szívesen beszélek, legendás gimnázium, és hát végül is ma is, és különösen az az osztály, ahova Károly jár, hihetetlen ez, hogy ugye mindannyian jártunk gimiben, és tudjuk, hogy hány ismert ember lett a 30-40 osztálytársunkból. A Török Pál utca egy különösen nehéz, hiszen mindenki művésznek készült 14 évesen, aztán különféle sorsok alakulnak és pályák. Az az osztály, ezek ugye jellemzően 41-es születésűek, ugye ő osztálytársa volt Birkás Ákos, Konkony Gyula, Göbölyös Gyula, Bakos Pista, ezek hatalmas grafikus festő nevek. Az ő osztálytársa volt Vég András, kitűnő festő, fantasztikus szobrászok, Rétfalvi Sándor, Tóth Béla, a magyar szobrászat újabb korú valamutának nagy személyiségei. Érdekes módon ez ilyen nem pletyka szint érdekesség, hogy osztálytársa volt az a Sági Éva, aki Csíkszentmihályi Róbert feleségeként lett közismert itt a szentendrei életben, akkor még szobrásznak készült, és ugye nagyon tehetséges fiatal pályainduló volt. Tehát hihetetlen ez a gimnáziumi nevelődés, és természetes, hogy innen sokatnak ment az útja a képzőszi főiskolára, ahol, és ezt Károly is mindig elmondja, ez érdekes, hogy valahol valami elkezdődik, aztán visszacsatolódik, hogy ő festőnek készült, és ugye Hinz Gyula osztályára került, és ugye az volt a rendszer, hogy két év után lehetett eldönteni, hogy festő maradok, vagy grafikaszakra specializálódom. Végül is átkerült Hintzse Rosszmester a grafikára, ahol hát kitűnő mesterek által, akik évtizedekig vezették a szakot, Rassler Károly, Rozanics Tibor, miközben ugye Barcsa is volt, végzett. Nagyon érdekes, hogy itt alakul ki kapcsolata azzal a Kocsis Imrével, akivel nagyjából egy generáció, és ugye milyen érdekes, hogy ez a generációból hallatlanul nagy nevek, zseniális grafikusoknak a nagy íve, most csak a 40-es évek szülötteiből szemezgetek. Ugye Kocsist és Vagyóckit említettem, egy Somogyi Győző, egy Szabados Árpád, egy Banga Feri, egy Sáros András, egy Prutkai, Gémes Péter, Almási Aladár, ezek mind a 40-es évek. Nagyrészt a főiskolán az elátkozott rossz szellemű képzőszi főiskolán nevelődtek, és ebből emelkedtek ki aztán többen. Károly pedig tulajdonképpen megfertőződött teljesen a képgrafika szeretetével, és ugye amikor elnyerte 67-ben a Derkovics ösztöndíjat, az is egy nagyon érdekes névsor, mert azzal a Hajdú Lászlóval együtt lett Derkovics ösztöndíjas, aki most szerencsénkre itt van közöttünk, vagy azzal a Kocsis Imrével, aki sajnos már nincs itt közöttünk, és Szabados Jánossal, Bálványos Hubával, itt is fantasztikus nevek, és hát tulajdonképpen ez is az ő szerénysége. 7 évig tanult a képzőszi főiskolán, előtte már 4-ig a Török Pál utcában, egy jeles osztálytárs megérkezett, Bakos István, szintén itt körünkbe, és tulajdonképpen 1970-ben, mint diplomás, évek óta szakmában dolgozó ember szerényen úgy fogalmaz, hogy újra, idézem tőle, 5 évig tanuló lettem 70-től, tehát már 30 éves, amikor a rézmetszésbe mélyül el olyan szinten, aminek a nyomait itt ugye a paravánokon látjuk. Ekkor megismeri Nagy Zoltánt, aki egy hatalmas neve a magyar, második világháború után a magyar bankjegy tervezésnek, és hát megemlítem Horváth Endrét, aki velő személyesen már nem találkozott, de rengeteget ápolta. Horváth Endre rengeteg tengőt ugye tervezett, fantasztikusak ezek a pengők a két világháború között is, meg a második világháború után is. Olyannyira például az ő kutatói attitűdje, hogy Horváth Endre miatt Balassa Gyarmattal intenzív kapcsolata lett, ahova tartozott Horváth Endre hagyatéka, és Károly ezt kutatta, rendszerezte, ebbe is nagyon foglalkozott a
parkettervezés történetével. No, elindult át egy nagy pálya, és ez a megszállottság és ez a aprótékosság, ez hatalmas eredményeket hozott. És hát tulajdonképpen már a 70-es évek végén tudható, hogy ő nagyon komoly bankettervező, de ekkor találja ki azt a fogalmat, most már itt többször idéztem, amit szívesen mondok el, Subka Magdolnától idézve, hogy a bankettervező a hírneves névtelen. Valóban a hírneves névtelen, akinek ugye a pénzeket nap mint nap kézbe vesszük, és újra elmondom, külföldi barátaim ma direkt akarnak forinttal fizetni, mert hogy milyen gyönyörű pénz, és az euró az milyen semmi, meg hát kártyával. Ez a forint, ez valami, azzal úgy érdemes kézbe venni. És akkor az külön jó dolog, amikor el lehet mondani, hogy ki áll emögött, de ugye millióknak erről fogalma sincs. Tehát az a hírneves névtelen, ez fantasztikusan jó elnevezés az ő egész életútjára. Nos, még a bankettervezésnél, tehát kitalálni ezt nem csak a rézmetszésnek a szakmai mélységei, hanem ugyanakkor történésznek is kell lenni, bankpapír szakértőnek is kell lenni, ikonográfiai szakértőnek is kell lenni, hiszen tárgyalni kell pénzemberekkel, tárgyalni kell történészekkel, és egyáltalán nem úgy van, ahogy ismerjük az ő életútját, hogy mindent ráotrojáltak, itt komoly viták voltak. Ugye legszívesebben sokszor emlegetjük, hogy a Szent István ábrázoláson, ugye 90-es években óriási viták voltak, hogy a vaskorona vagy a Szent Korona legyen-e Istvánon. Mert tudjuk, hogy természetesen hogy akkoriban ez még messze nem volt, és hogy Károly harcolt azért, amit tudunk, hogy a vaskoronával van ábrázolva, de ezt a névsort a papírpénzeken meghallgatják, hogy mind látjuk én, Károly Róbert, Rákóczi, Mátyás király, Betlen Gábor, Széchenyi, Szent István, Deák Ferenc, halatlan nagy ív, nagy személyiségek, egyáltalán nem csak királyok, nem csak államférfiak, gondolkodók, tehát ennek a megtalálása, és nem csak a pénznek ez az oldala, tehát ahol a portré van ott, és a szám nagyságok, hanem a másik oldal, hogy milyen izgalmasak azok a tájábrázolások, azok a figurák, amelyekkel ugye összehangolva van a másik oldal, és hát ebbe is óriási Károlynak a teendője és a feladata. Látjuk természetesen a nagyon különös szakmai izgalom az euróterveit, látjuk a finom iróniával megtervezett színházi pénzeit, és látjuk azokat a koronákat, amihez picit hasonlítanám a elképzelt esetleges barcsai, illetve hát szentendrei pénzt, ami ezek a balatoni korona, ami nagy sikert aratott, látjuk itt ennek a példányait, és nagy siker volt, ez egy nagyon komoly üzleti vállalkozásnak a lehetősége, és rejlik mindebben. Ez a kiállítás nem maradhatott úgy, hogy a szót ki ne ejtsem, hogy bélyegtervező. Ez is a rézmetszésnek, tehát a mélynyomásnak egy egészen nagy felkészültséget igénylő területe. Kicsi munkákban látjuk a Károlynak egy pár tervét, rengeteg bélyeget is tervezett, de külön hangsúlyos ez a második János Pál, nyilván a 90-es évek elején pályája egyik csúcsa. Tulajdonképpen nagyon fontos, hogy látjuk a ceruzarajzokat, amelyek a pénzekre rákerültek, hogy hihetetlenül komoly míves rajzok is, és itt ezek ilyen műfajbeli dolgok, hogy persze, hogy képgrafikus, de ugyanakkor persze, hogy tulajdonképpen alkalmazott tervezőgrafikus. A pénzre az ő autonóm munkája került rá, de mint pénz funkcionál, vagy hogy állandóan vitatkozunk erről, hogy autonóm művészet, alkalmazott művészet, hogy ő tulajdonképpen mind a kettő, hiszen mindegyik munkájában benne van az önálló szellemisége, de amennyiben ez pénzre vagy koronára kerül, egyfajta funkcióval ugye egy új feladatot és egy új hivatást is kap. És hát természetes, és örülök, hogy végül is amikor bejövünk, akkor az első talán meglepő látvány is, akiknek van egy képe arról, hogy ki is Vagyóczky Károly amúgy, hogy a festményeit látjuk. Ugye miután nyugdíjba ment a pénzügynyomdából, előbújt újra festészet iránti rendkívül intenzív érdeklődés. Nagyon-nagyon izgalmasak, nagyon örülök annak, hogy most nem a tájképeit hozta, hanem ezeket a különös csendélet kompozíciókat hihetetlenül magas szintű festészeti technikával, ahogy át lehet ezt a grafikai technikát tenni a festészetbe.
Ez egy rendkívül izgalmas vállalkozás, nagyon magas szintűek az eredmények, nagyon izgalmasak az utalások, a művészettörténeti utalások, ezeknek a felfedezése a képein Rembrandton, Dürer-en keresztül, adott esetben, tehát újra mondom, Barcsaira, vagy a kollázs technika felfrissítése, ez mutatja az ő szellemi nyitottságát is. Kedves barátaim, öröm és köszönet azért, hogy meghívást kapott Vagyóczky Károly erre a kiállításra. Nagy öröm, hogy nagy ünnepség volt a tavalyi sorozat a tavalyi esztendőben, hiszen másokkal együtt tavaly töltötte be 80. életévét, de ez a fantasztikus a művészeti területen, bármennyit is panaszkodnak az alkotó művészek, hogy ő teljes erővel részese a magyar művészeti életnek, és mint festő új eredményeket hoz ki magából, és lenyűgözőek ezek az eredmények. Így azonban itt van most az életműnek egy teljes keresztmetszete ezen a kiállításon, nagyon jó helyen a Halmos Béla könyvtárban, amelyért köszönet, és amelyet Károlyt nagyon-nagyon tisztelve és hosszú évtizedek óta nagyra becsülve kiállítását szeretettel nyitom meg én is. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Feledi Balázsnak a személyes, ugyanakkor mégis mély szakmaisággal árulkodó szavait. És akkor a következő, ami maradt nekünk, hogy nézzük meg, én szeretettel invitálom Önöket, hogy akkor nézzük meg a kiállítást, beszélgessünk, és ismerkedjünk meg a művésszel, és érezzük jól magunkat. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Köszönöm.